Jó napot kívánok! Napot Istenet! Június 1-től változások, korlátozás is várható a rendelőintézet laboratóriumának működésében. A laboratórium előtti folyosón található terminálnál való sorszámhúzást követően a beutalónkkal a leletkiadó ablakhoz kell mennünk, ahol vonalkódokat kapunk, majd ezek birtokában veszik le a szakemberek tőlünk a vért. Június 1-től valóban mi is kényszerülünk a labor működésében egy olyan változtatásra, amely egyrészt gazdasági okok miatt kötelezően meg kell tennünk, a másik pedig ugye nyári időszakban azért a dolgozói szabadságolások kiadásával azt a fajta terhelést, amit az utóbbi hónapokban tapasztaltunk a labor működésével, próbáljuk egy kicsit kiegyensúlyozottabbá, egyenletesebbé tenni, hogy mi is fel tudjunk készülni arra, hogy aki jön hozzánk vérvételre, mindenkinek elvégezzük a vizsgálatokat. Ennek az egyik része az lesz, hogy bevezetjük újra a sorszámhívónkat. A sorszámhívóval sajnos az a szándékunk, hogy korlátozni fogjuk a napi vérvételek számát, mert az a tapasztalatunk, hogy elég hektikusan alakultak a hétköznapokban a laborvérvételek száma, és már a másfélszeresét is elértük annak a kapacitásnak, ami nekünk úgymond optimális működést tud biztosítani. Természetesen eddig mindenki számára biztosítottuk, és azt gondolom, hogy a COVID után megnövekedett igényeket így tudtuk kielégíteni, de június 1-től már nekünk is a gazdasági mutatóink azt mutatják, hogy valamilyen korlátozásokat kell bevezetnünk annak érdekében, hogy stabilan tudjunk működni. A másik része, mondom, a nyári szabadságolások alatt a dolgozók fáradtak, tehát nekik is biztosítanunk kell azokat a szabad napokat, amikor, hogyha kevesen vagyunk és a lakossági oldalon még nagy az igény, akkor nem biztos, hogy meg tudunk úgy felelni, mint most, amikor mindenki rendelkezésre áll. Természetesen amellett, hogy korlátozzuk a napi vérvételek számát, azért biztosítjuk azokat a lehetőségeket, hogy időpontra érkezve, akinek vérvételt kell végezni, azt időpontra várva el tudjuk végezni ezeket a vizsgálatokat, és természetesen azokat a betegeket, akik eddig is soron kívül elláttunk, gyerekekre gondolok, mozgáskorlátozottakat, külterületekről érkező pródvid, és bodaszőlő lakosainak természetesen nem kell ezért külön beutazni, de akiknek ez mondjuk lehetőséget adunk arra, hogy előjegyzéssel működjenek a szakemberések, és ez megtörténik már majd a vérvételek után, tehát 9 és 10 óra között, illetve délután 1 és 3 óra között is fogunk tudni biztosítani előjegyzési lehetőségeket. Ezt most már személyesen is meg lehet kérni, de aki telefonál, annak a taj és a naplószámnak a megadásával szintén fogja biztosítani a laborra az időpontra való vérvételi lehetőséget. A rendelőben a helyi laboratóriumot dr. Blázius Edit vezeti, aki a jövőbeni működésről, a betegfelvételről is nyilatkozott. A betegek szépen bejönnek a folyosón, ahol ki van írva, hogy hol lehet sorszámot kérni. A sorszámhozó alapján működtünk eddig, és ami minőségi fejlődés is az, hogy a bárkódrendszerbe bevezettük, így a betegek, ahogy érkeznek, érkezési sorrendben megállnak ott, ahol majd felveszitek annál a betegfelvételi pultnál, és iratják a beutalójukat, mi egyeztetjük a nevét, és bárkóddal látjuk el. És ez az óriási nagy dolog, hogy régebben kézzel ráírtuk a kémcsőre a nevet, és hogy milyen vizsgálatot kérnek, most viszont mint hogy az üzletben is, hogy ahhoz hasonlítsam, hogy a cukorliszt meg egyéb ára nincs kiírva, nincs ráírva, hogy 25 forint, hanem bárkóddal leolvasóval a pénztárnál leolvassák, hogy mit vetünk mennyiért. Itt ugyanez a rendszer van, hogy jönnek a betegek, és felveszik a számítógépbe az adatait, milyen vizsgálatot kérnek, és ahhoz milyen típusú kémcsövekre van vakuténerre szükség. És akkor mi ezeket a vakuténereket, ha vérkép, akkor a vérképesre, ezt az azonosító bárkódot ráhelyezzük, ha tovább küldjük az egyetemre, akkor szintén kap még egy kémcsövet, és ha ez mind a kezében van, akkor jön ide a laboratóriumi vérvételi helyiségbe. Itt leül, és akkor vakuténerben szépen veszik annyi kémcsőbe, ahány bárkódot kapott a beteg. Tehát a beteg most hozza magával a beutalóját,
és hozza magával azt a háromféle vagy négyféle bárkódot, hogy most kémiai vizsgálatot kérnek, akkor arra a bárkód, hogyha és kincső, hogyha vérképet, vérképes csövet és arra rátéve a bárkód, ha tovább küldjük Debrecenbe adott éra, kapérmelye tanáról raboljába küldjük be azokat a vizsgálatokat, amiket mi nem végzünk, viszont feltétlenül szükséges a betegnek, mert van egy urológiai szakrendelés, tehát a PSA prostata vizsgálata, akkor a hemoglobin IC, ami 3 hónap vércukorértékét mondja meg. Mi azért nem végezzük el ezt, mert nem a laboratóriumok kategorizálva vannak, hogy milyen típusú vizsgálatokat és milyen jellegű diagnózisra vagyunk jogosultak. És nekünk se pajzsmirigy, tehát a bar kategóriába tartozunk, hogy általános laboratórium, ami egy műtéthez szükséges, vagy az házi orvosnak, hogy gyógyszer tudjon felírni, arra tökéletesen megvan a jogosítvány, és ez a kapocsa klinikával, tehát kapelmeje tanáró laborjával, az pedig azt teszi lehetővé, hogy beküldjük a véreket, és ezzel plusz több információt kapnak, és nem kell bemenni a betegnek. Aznap már a leletet ki is adjuk. Tehát mi is a felhőbe 12-kor vagy 1 órakor, hogy készen vagyunk, akkor a felhőbe fel is küldjük, és általában naponta olyan 100-130 betegünk van. Úgyhogy az nagy mennyiség, de ez a bárkódrendszer nagyon megsegítette, megkönnyítette a munkánkat úgy időben, meg hát a munka mennyiségét is lecsökkenti ezzel. Emellett azt gondolom, hogy szintén szót kell ejtsünk arról is, hogy a leletek kiadása hogyan történik. 10 órakor kezdjük a leletek kiosztását minden nap, és óránként utána. 10 órától 3 órával bezárólag óránként jöhetnek a betege leletér. És hogy mondjuk a betegeknek, hogy a felhőben látja, meg a házi orvos látja, én azt tudom mondani, hogy a betegek 95%-a érte jön a leletér.